6400 bát a székinek, és a körzetembe levő 2400 páciensnek szeretném üzenni, hogy jönnek az oltások. Kovács Klára, Bátaszék legnagyobb körzetének házi orvosa is fontosnak tartja, hogy felhívja az emberek figyelmét az oltások nélkülözhetetlenségére. A város polgármestere, Bozsolik Róbert is így gondolja, ezért egyeztetésre hívta össze a településen dolgozó orvosokat. A mai megbeszélést azért kezdeményeztem, hogy egyrészt, ha megosztanátok velünk azt a tapasztalatot, amit ez alatt a néhány hét alatt összetudtatok gyűjteni, hogy Bátaszéken mi a helyzet ebben a kérdésben. A találkozón részt vett Pató András is, aki közel 1700 embert lát el Bátaszéken és másik két környező településen. Én azt szeretném üzenni a betegeimnek, illetve az összes oltásra várakozó embernek, illetve akik nem is akarják magukat beoltatni, hogy ez egy nagyon súlyos betegség. Bármilyen oltás, bármilyen lehetőség, ami ennek a betegségnek az elkerülésére a kezünkben van, ezt ki kell használni. Ezzel az oltással el tudjuk kérni azt, hogy ne legyünk súlyos betegek, ne kerüljünk kórházba, illetve ne történjen meg a legsúlyosabb tragédia, hogy esetlegesen ne halljunk bele. Minden betegünket fogjuk hívni, mihelyt oltani lehet, akkor egy telefon, és megkeressük őket, és berendeljük, illetve elmondjuk nekik, hogy hova kell menni oltásra. Tehát természetesen ez működik. Mi is arra várunk, hogy minél több oltást kapjunk, és minél több beteget tudjunk elérhetesíteni. És oltassák be magukat, ez a legfontosabb. Az orvos elmondta, vannak olyan páciensei, akik nem akarják beoltatni magukat, de akadnak olyanok is, akik már türelmetlenül várják, hogy megkaphassák a vakcinát. Bozsolik Róbert elmondta, hogy az egészségügyi alapellátás az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel, éppen ezért napra késznek kell lenniük az oltásokkal kapcsolatban. Mai nap során a házi orvosokkal azért ültünk le egyeztetni, hogy egyrészt első kézből tájékozódjunk tőlük, hogy hol is zajlanak a bátaszéki házi orvosi körzetekben az oltások, hol tartanak, hány oltást tudtak végrehajtani az elmúlt hetekben, illetve hogy milyen együttműködést várnak tőlünk. Hiszen egyrészt már korábban is besegítettünk abban, hogy ha is amennyiben felénk jelezték, akkor az oltópontra Szekszárdra már szállítottunk be olyan bátaszéki polgárokat, akik oltásban részesültek. Az elkövetkező időszakban is felajánlottuk a segítségünket, hogy ebben mindenképpen szeretnénk együttműködni. Abban is szeretnénk együttműködni, hogy helyben, ha valaki nem tudja megoldani a beközlekedést az orvosi rendelőben, az oltás beadása érdekében, ebben is nagyon szívesen segítségükre leszünk. A mai nap folyvetődött az is, hogy igen komoly adminisztrációs terhe van egy oltás beadásának. Ha és amennyiben ez még nagyobb számú oltást kell beadni, és fokozódik ez az adminisztrációs teher, szeretnénk segítséget nyújtani egészségügyi szakszemélyzet bevonásával, hogy ez gyorsabban és gördülékenyebben menjen. Illetve néhány szót váltottunk már arról is, hogy ha az ütemezett oltás véget ér, és megkezdődik a tömeges oltás, akkor hogyan tudunk majd együttműködni, hogy adott esetben Bátaszék lakossága minél nagyobb számban, minél rövidebb idő alatt megkaphassa majd a védőoltást. Kovács Klára doktornő elárulta, az oltásra váró páciensek hogyan segíthetnék az ő munkájukat. Szeretnénk kérni, hogy a megkapott nyilatkozatokat, amiket a lakásokba a lakosoknak eljutottunk, kitöltve hozzák el, ezzel lerövidítik az adminisztrációs feladatot, mert úgy tervezzük, hogy ebben az időszakban akár napi 20 védőoltást is beadunk. Szeretném elmondani, hogy 3 listán kapjuk meg az oltandókat, ebből 2 egyértelműen korcsoportos lista, ami úgy néz ki, hogy van egy 60 év fölötti lakosság leválogatás, mindannyian regisztrált emberek, tehát a regisztráltakból válogatják le az oltandókat, ezért fontos volna, hogy aki még nem regisztrált, az mielőbb megtegye. A doktornő arra is választ adott, hogyan fordulhat elő az, hogy már több fiatal is megkapta az oltást, miközben sok 65 év feletti krónikus beteg még nem. Hogy egy család példájával éljek, elmondanám, hogy hogyan jártunk. Egy 90 év fölötti nénit első körbe beválasztottam a Pfizer oltásra. Ezt követőleg a 70 éves lányát, aki egészséges volt, be tudtam juttatni a Sputnik oltásra.
a lányának a férje, tehát szintén 70 pár éves férfi beteg, aki egyébként számtalan krónikus betegséggel bír, még nincsen oltva, mert a Pfizerre nem került, nem jutott korcsoportosan sorra, de a Sputnikra nem volt alkalmas, mert beteges. És a lányuk pedig egészségügyi dolgozó védőnő, ő szintén Pfizerrel van oltva. Tehát úgy látszik, mintha az oltási rendszerben anomáliák volnának. De ez nem anomália, hanem arról szól, hogy adott esetben hát egyrészt a merítésből választunk, tehát a listákról, illetve amilyen oltóanyag van, azzal tudunk oltani, és az oltásoknak leírása van, szakmai leírása van, hogy melyik oltóanyag kinek a beoltására alkalmas. Akkor volna az oltási terv megvalósítása tökéletes, ha készleten volna minden oltóanyag, mert akkor igaziból előbb lenne beoltva a 70 év fölötti beteg férfi, mint az egészséges felesége. Tehát a terv jó, a kivitelezését meg mindannyian tudjuk, hogy összességében oltóanyag hiány nehezíti meg. Az elkövetkezendő időszakban azonban nagy mennyiségű Sputnik és kínai vakcina érkezhet a bátaszéki körzetekbe, ami meggyorsíthatja a helyi átoltottságot. Szabó Péter 3 településen lát el egészségügyi szolgálatot. A körzeti orvos azt mondja, nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a helyi önkormányzatokkal. Egyre inkább látótérbe kerül a tömeges oltásnak a megléte, úgyhogy oltóanyagok bejönnek az országba, és ehhez viszont megfelelő koordináció kell, hogy minél több embert be tudjunk oltani. A tömeges oltást önmagunkban valószínűleg nem vagy igen nehezen tudjuk megoldani. Az elmúlt hetekben megkezdődtek a regisztráltak oltásai. Ez idő alatt Bátaszéken 311 60 év feletti és 80-60 év alatti krónikus beteget oltottak már be. Egyelőre az oltóanyag száma határozza meg, hogy milyen ütemben, mennyi ember tudnak a bátaszéki körzetekben beoltani. Ebben a megyei átlagnak megfelelően részesültek a körzeteink oltóanyagban, tehát azt lehet mondani, hogy az a 10-15-20 oltás per hét, az Bátaszékre is igaz valamennyi körzetbe. A mai beszélgetésből is azt a következtetést vontuk le, hogy a regisztrációnak milyen szerepe van. Nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minél többen regisztráljanak. Próbáljuk elengedni azt a fajta mellékzöngét a regisztrációval kapcsolatban, hogy ez bármifajta adatgyűjtés vagy egyéb kommunikációnak a forrása lehet. Próbálja mindenki arra fókuszálni, hogy ez jelen pillanatban arról szól, hogy az oltás felvételéhez minden olyan információt megadjunk, ami szükséges, hogy az oltási sorba adott esetben minket beillesszenek. És csak azonosulni tudok az orvosoknak azon véleményével, hogy jelen pillanatban, jelen információk szerint egyetlen egy megoldás van, hogy az életünk a mindennapjaiba vissza tudjon térni, az pedig az oltás. És bízom benne, hogy minél rövidebb időn belül visszatérhet Bátaszéken és az országban is a mindennapok nyugodt megélése.